A többség esélyesebbnek tartott téged. Te esélyesebbnek tartottad magad? Igen. Érzés, mert azt gondolom, hogy minden eszközöm megvolt arra, hogy a Sanyi ellen győzelmet arassak, de ezt már korábban is elmondtam, hogy van egy alapszabály a boxnak, az nyer, aki a boxát rá tudja erőltetni a másikra, és Sanyi az első pillanattól kezdve nem kellett hozzá túl sok idő, rám tud erőltetni a boxát, amiben ő jó és sokkal jobban otthon van, úgyhogy ő nyert, de pont ezért megérdemeltem, úgyhogy gratulálok neki. És mit csinálnál másképp? Fókuszáltabban jönnék ide. Szóval már éreztem a bevonulásnál is, hogy teljesen más élmény volt a bevonulás, mint az első két meccsen. Nem mondom, hogy elfáradtam, mert szerintem most annyi is elfáradt, hát mindenki elfáradt, ez már nem tudom, hanyadik hónapja, hogy mi ezt űzzük. Egyszerűen úgy jöttem ma ide, hogy egy nagyon picit kihagyott néha a fókuszom, és ez érezhető volt. Nagyon jött, nagyon, nagyon akart, és lehet, hogy jobban akart, mint ma én. Bár én is nagyon akartam. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, de nem az öv miatt, hanem azért, mert a vizsgát nem én teljesítettem a legjobban, amit itt megcsináltunk. De az elmúlt jó pár hónapban én annyit kaptam ettől a sporttól, és az egész út, amint végigmentem, olyan sokat adott nekem, hogy nagyon hálás vagyok, hogy ebben a műsorban részt vettem. Le a kalappal a sportolók előtt, akik nap mint nap ezt csinálják, mert ehhez óriási kitartás és iszonyatosan nagy akaraterő kell. Úgyhogy szerintem én ezt elviszem az egész életemben, és nem csak a sport területén, hanem privát életemben is használni fogom tudni az itt megszerzett tapasztalatokat. Hát például az, hogy hogyan állsz ki magadért, például az, hogy ma is kiderült, egy picikét nem koncentrálsz, egy picikét próbálod a könnyebb utat választani, azonnal egy olyan feedback jön, hogy feksz a földön. És ezek egyébként rám nem voltak jellemzőek, de nagyon, nagyon durva sport, hogy azonnali visszajelzés van azzal kapcsolatban, hogy egy picit így próbálnád élni az életedet. Folytatni fogod a boxot? Mindenképpen megmarad a box az életemben. Most biztos, hogy lesz egy kis pihi, már csak azért is, mert most már jó ideje nem dolgoztam a saját munkámban, úgyhogy most el fogok utazni csütörtökön külföldre, és évvégéig dolgozni fogok.